Tisztelettel köszöntök mindenkit, és akkor szeretnék egy Rákóczi pénzekről összefoglalást tartani. Hogy hogyan is kapcsolódik ez Szivák Imréhez, először is csak annyi, hogy amikor bent jártam a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárába, akkor rengeteg Rákóczi érmével találkoztam, ami a Szivák hagyatékból került az éremtárba, úgyhogy mivel aktualitása is van ennek a dolognak, illetve Rákóczi-ból saját kutatásaim alapján sem találtam olyan anyagot, ami összefoglalná a Rákóczi korszakban kimondottan a Rákóczi, illetve a kurucok által vert pénzeket, ezért próbáltam egy gyors áttekintést adni arról, hogy milyen pénzeket is vertek ebben a rövid szabadságharci időszakban, 1703, illetve 1707 között készült érméket szeretném bemutatni. Kérném szépen a... Tehát akkor először is egy gyors áttekintést, hogy a Rákóczi szabadságharc ideje alatt 703 és 708 között, 8-ból már nem ismerünk érméket, illetve azért próbáltam ezt az időszakot kiragadni, mert 1703 és 7 között datálható az az időszak, amikor a Rákóczi pénzeket veretett. Aranyból, ezüstből, részből vertek pénzeket, illetve ismeretes még leírásokból, hogy ólomból is készülhettek veretek, de ennek valódiságát sajnos nem tudjuk igazolni, mivel nem maradt ránk egyelőre. Nemesfém pénzekből három fő forgalmi érem típust tudunk megkülönböztetni, az aranyforintot, az ezüstpoltúrát és az ezüstforintot vagy féltallért. Részből vert pénzeknek ötféle típusát, a poltúrát, a 10 poltúrát, 20 poltúrát, illetve a kétféle próbaveret jelleggel készülhetett 4 poltúrást, illetve a részdénárt. Az is próbaveret jellegű. Ólom pénzeket csak felsoroltam, hogy egy utalást találtam az egyik irodalomban róla, hogy egyfajta szükségpénzek voltak, melyeket 1707-ben a mecénfi munkások fizetésére, hogy most vertek, nem vertek, ezt nem tudjuk. Tehát a munkácsi erődítésén dolgozó mecenzéfi munkások fizetésére szánták. Akkor kezdeném az aranypénzek bemutatásával. Aranyforintot vagy más néven aranydukátot 4 félét vertek a szabadságharc ideje alatt. Ezek 3 féle változatban voltak ismeretesek, az egyik az a körmöci vagy nagybányai típus, melynek egyik oldalán a címer, másik oldalukon pedig a Madonnát karján tartó kisdedet láthatjuk, illetve KB, illetve NB verdejel van rajtuk. A másik két változat, az kolozsvári veretű, egy 1705-ös és egy 1707-es aranyforint. Ezeknek a körirata is eltérő, illetve kihangsúlyozzák rajtuk az erdélyi fejdelmi címet. Egy kis kiegészítést tennék, hogy a Rákóczi aranyag pénzlába az megegyezett a korabeli magyar aranypénzek pénzlábával, melyeknél a Körmöci Liga volt az irányadó, és egy budai márkából, ami körülbelül 245,54 g aranyat tartalmazott, olyan 70 darab aranyforintot lehetett kiverni, aminek 3,5 g súly között mozogtak ezek az aranyforintok. Akkor szeretném bemutatni a kolozsvári aranyforintokat. Előlapján megtalálható a pálmafa, körülötte az 1705-ös évszám, illetve a tandem oppressa resurget felirat, az elnyomott végre föltámad. Két oldalt KV Kolozsvár verdejegyet láthatjuk, hátlapján pedig az erdélyi címer és a Moneta Nova Aurea Trans erdélyi új aranypénze felirat. A másik kolozsvári aranyforint, amelyről már szó esett, hogy ez a Szivák hagyatékból került az éremtárba, ami a Rákóczi egyetlen egy portrés arany pénzét ábrázolja. Előlapján Rákóczi Ferenc fejedelem balra néző süveges mellképe látható jogarral a kezében, illetve második Rákóczi Ferenc Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme felirat. Hátoldalán pedig a koronás címer látható, Erdély és családi címerelemekkel, alattuk a verdejegy kartusban, illetve Magyar Királyság részeinek ura és a székelyek ispánja 1707-es felirattal. Ennek a veretnek korabeli források szerint állítólag csak 3 példánya készült.
próbaverett jelleggel, miután Rákóczi kezéhez adták, Rákóczi nem szerette, hogy a saját portréja rákerüljön pénzekre, és ezért megsemmisítette a verőtövet. Ebből egy ugye található az éremtárba, egy pedig a berlini éremtárba, és egyről pedig nem tudunk. Lehet, hogy valakinél van. Aztán folytatnám a körmözbányai verdejegyű aranyforintokkal. Körmözbányán 1704-ben, 5-ben és 7-ben vertek aranyérméket. 6-ban készült érméket érdekes módon nem találunk. Ennek az okát még nem sikerült kideríteni. Előlapjukon látható a koronás magyar országcímer kartusban, és körülötte a felirat, hogy Magyar Királyság új aranypénze, hátlapján a holtsarlón ülő Madonna, a karján a kisdeddel és a patróna Hung felirat, illetve az évszám, tehát a Magyarország patrónája. Illetve azért tettem föl két félét az 1704-esből, mert nem rengeteg, de jó pár verőtő variáció található a kurzívból, viszont a kapitális az eléggé ritka, tehát ha ilyen előfordul az éremtárban is, azt hiszem talán csak egy darab található. Aztán láthatjuk az 1705-öset, illetve az 1707-eset, ami ugyancsak ritkaság számnak mondható. A nagybányai verdejegyű aranyforintok. Nagybányán szintén 4-ben, 5-ben és 7-ben vertek aranyérméket, innen sem ismerünk 6-ban készült érméket. Az 1704-esnek és az 5-ösnek az előlapján a körmöci veretektől eltérő íves magyar címer látható. Kartusban két oldalt a berdejegy és gyöngykörben a felirat, ami a Magyar Királyság új aranypénzét hivatott megjeleníteni. Hátlapján a Madonna sugárkoszorúban látható, jobbján a gyermekkel, gyöngykörben a felirat, hogy mennyei királynő Magyarország védasszonya és az évszám. Az 1707-es nagybányai aranyforintok valamivel eltérnek a 4-estől, illetve az 5-östől. A vésnök az előlapnál a körmöci aranyforintot vette mintául, és gazdagabb, ilyen barokk hatású díszítéssel látta el. Itt is alkalmazták a kartusdíszítést, mert megegyezett, hogyha megnézzük majd a féltallérokon jellemző kartusdíszítéssel. Hátlapján gyöngykört elhagyva a Madonnát látjuk, kisgyermekkel a karján, sugárkoszorúban, és mellett a nagybánya, tehát MB verdejegy, illetve a patrónahunk felirat és az 1707-es évszám. Következő rész az ezüstpénzek. Ezüstből kétféle pénzt vertek a Rákóczi korszakban, az ezüst poltúrát, illetve az ezüst forintot vagy féltallért. Az ezüst poltúrát 1703-ban és 4-ben Nagybányán verték. Itt az előlapon láthatjuk a két részre osztott Magyarország országcímet, bal oldalán a négy árpácsával, a jobb oldalán pedig a hármas halmon korona, illetve a kettős kereszt. Illetve a felirat, ami a Magyar Királyság új ezüst pénzét hivatott megjeleníteni. Hátlapján a Madonna található a kisdeddel a karján, illetve két oldalt PH, vagyis Patrona Hungária rövidítése, illetve alatta a poltúra évszám és a nagybányai verdejel. Ezeknél a vereteknél azt az érdekességet lehet kiemelni, hogy miután elfoglalták Nagybányát a kurucok, megtalálták a pénzverdében a lipót poltúrásoknak a verőtövét, és a hátlap az egy az egybe az évszám átvésésével az megegyezik a lipót poltúrákéval, és az előlapját változtatták csak meg. Akkor mennénk az ezüst forintra vagy féltallérra. Két verdében vertek, Körmöcbányán 1704-ben, 5-ben, 6-ban. Állítólag van 707-es veret is, én ennek a létezésében megmondom őszintén nem hiszek, még eddig eredetit nem láttam, nem találtam, illetve Munkácson 1706-ban. A körmöcbányaiak előlapján megtalálható a címerpajzs, körülötte barokk hatású kartusban a címer, fölötte a korona, illetve a Magyar Királyság új ezüst pénze felirat. Hátlapjukon található a Madonna, ugyancsak jobbján a gyermekkel, kávé, vagyis körmözbányai verdejellel, illetve a patrónahunk Magyarország védasszonya felirattal és az évszám. Több
Ezeknél az érdekesség, hogy nem sok verőtű variáció létezik belőle, lehetséges, hogy van, még kutatásaim során nem találtam belőle sokat. Igen, tehát, de nem lehet egyértelműen rámondani, hogy az előző évi verőtövet használták föl egyikre se. A Munkácsi ezüst forint, vagyis féltallér 1706-ban készült. Ennek a jellegzetessége, hogy a hátlapon kimondottan egy ilyen pufók, madonnát, illetve kisdedet ábrázolnak, és a glória sugárkoszorú nélkül van a fejükön. Két oldalt van a verdejegy, illetve a Patrona Hungária felirat és az évszám. Az előlapjukon látható ugyancsak a címerpajzsa, a korona, illetve ez a barokk hatású kartus, illetve a moneta Nova Argenta Regni Hungaria Magyar Királyság új ezüst pénze felirat. Folytatnám a részpénzveréssel. Előzményeit, hogyha áttekintjük, akkor visszanyúlik Árpádházban harmadik Bélára. A részpénzek úgynevezett pénzhelyettesítő eszközök, azaz pénzjegyek voltak. Elegendő nemes fémpénz hiányában részből bocsátottak ki, és funkciójuk szerint különböztek egymástól. Három funkció jöhetett szóba részpénz kibocsátáskor. Az elsőt, azt első Lipót beleegyezésével Tavonat kamaragróf 1696 és 1703 között kezdett részbárcákat vagy részpoltúrákat veretni, és a bányászok és a hivatalnokok közötti forgalmat próbálta megkönnyíteni ezáltal, és ezek voltak a bányapénzek. A szabadságharc alatt az ostromolt városokban úgynevezett szükségpénzeket bocsátottak ki, illetve a harmadik fő funkciója, ami Rákóczi ezek hatására kezdett el részpénzeket, poltúrákat kibocsátani, és ezek a váltópénz szerepét voltak hivatottak betölteni, mert itt sem, ugye a Rákóczi szabadságharcban elég kevés nemes fémpénz volt, és azt is mind külföldi vásárlásokra, fegyverek vásárlására, ruházat vásárlására adták ki, és ezért ők bíztak abba, hogy a szabadságharc sikeres lesz, és szabadságharc után ők ezt be szerették volna váltani nemes fémpénzre. Rákóczi részpénzeknek akkor bemutatnám, hány típusát ismerjük, tehát a poltúrát, 10 poltúrát, 20 poltúrát, a kétféle 4 poltúrást és a részdénárt. Kezdeném a legkisebb, a részdénárt. Előlapján a Koronás Magyarország címer látható, alatta egy rozetta, és a két oldalt mellette a CM, vagyis a Kassa verdejel. Hátlapján középen a denárius felirat, fölül az utalás az évszámra, az annó, és az 1705-ös évszám. Illetve van egy másik, egy 1707-ből ismert részdénár, mely szintén egy példányban ismeretes. Mind címer, mind korona ábrázolásra teljesen azonos az 1707-ben, illetve 1705-ben vert poltúrák ábrázolására, tehát ez alapján is nagyon könnyen be lehet azonosítani. Ezek egy-egy példányban ismeretesek. A következő, amiről már említést tettem, 4 poltúra. Mind a kettő ilyen bemutatási céllal szolgálhatott. Tehát ezeknek a vereteknek a létrejött a libertásoknak a devalvációjához, vagyis érték csökkenéséhez vezetett, értékének leszállításához vezethetett. Tehát amikor is fölmerült, hogy 10 poltúráról 4-re, illetve 20 poltúráról 8 poltúrára szállítsák le 1707-ben a pénzeknek az értékét. A 4 poltúrás a római számos, szeretném bemutatni, 1706-ban igen kis példányszámban készülhetett, csak próbaverett szinten ismeretes, többféle súlyban, ami az éremtárban megtalálható jó néhány darab belőle.
Létezik belőle ezüstveret is, illetve galvanoplasztikai másolat, de ezeket nem tudjuk eredetinek mondani, tehát nagyon kétséges ezeknek a korabelisége. Előlapján látható a zátherceg-i korona, illetve a Magyarország címer, mert az aranyforintokon és a féltallérokon lévő korona ábrázolással egyezik meg, és mellette a Moneta Nova 1706 felirat, illetve hát most zárójelbe vagy kartusban inkább a kasát jelölő C betű hátlapján ugyancsak megtalálható a holdkarén ülő Madonna bal karján a kisdeddel, jobbján a kormánypálca, illetve alatt a kartusban a római négyes és körben a felirat a Patrona Hungaria. A másik négy poltúrás az 1707-es verdejegy nélküli, teljesen új típusú négy poltúrás, amelyből egy darabot ismerünk, ami az éremtárban található. Stílusát tekintve kassai típusúnak lehet tekinteni, erre egyértelműen utal mind az előlapon a címer és a korona, és hátlapon pedig a poltúrások nagyított hátlapja található meg rajta. Hiányzik róla a Moneta Nova körirat az előlapjáról, és igen, és elég, tehát egyetlen egy példányt ismerünk egyelőre belőle. Folytatnám a 20 poltúrásokkal. 20 poltúrást 1705-ben Körmöcbányán és 1700, tehát Kassán 1705-ben és 1705-ben és 6-ban Körmöcbányán vertek. Előlapjukon ugyanúgy megtalálható a Koronás Magyarország címer. A korona tetején gömbbel vagy kereszt, vagy gömb keresztel vagy anélkül. Két oldalt az évszám, illetve a kassa verdejegy, a CM. A körmöci vereteken nincsen verdejegy, tehát ezzel tudjuk megkülönböztetni a kettőt tehát a két verde által vert pénzeket. Hátlapjukon a holdkaréjon ülő Madonna jobbján a gyermekkel, alatt a kartusban a 20-as értékjelzés, két oldalon a PH vagy Patrona Hungaria rövidítés, illetve fölül a Pro Libertate, a szabadságért felirat. A verőtő variációkat a 20 poltúrásoknál a véséskora felirat eltolódása miatti szimmetria helyreállítása érdekében a vésnökök által alkalmazott pontok, illetve rozetták meghatározásával tudjuk megállapítani. És akkor jöjjön egy pár darab körmözbányai, mint látható verdejegy nélküli 20 poltúrás. Jó pár variáció létezik belőle, csak egy pár darabot tettem föl, hogy szemléltetni tudjuk, hogy a rozetták, illetve pontok elhelyezkedése hol látszik. A legelső készülhetett talán legelőször, mert a legcentrálisabb, legszebb, úgymond darabnak tűnik, ahol nincs semmi elcsúszva, minden középen van, és talán ez készülhetett legelőször, és utána, amikor próbálták kivésni az újabb erőtöveket, akkor már mind a peremiratban láthatunk, vagy a köriratban láthatunk eltolódásokat, mind kissé balra van a Madonna kisded, tehát vannak variációk. Ezeknek a pontos alkalmazását, hogy ezek valamire szolgáltak volna, ezek a pontok, illetve rozetták, én csak úgy tudom elképzelni, hogy azzal próbálták az eltolódásokat kiegészíteni. A 10 poltúrások Körmöcbányán 1707-ben, vagy 4-ben, 5-ben, 6-ban vertek 10 poltúrásokat, Kassán 1705-ben, 6-ban, 7-ben, CMS verdejeggyel, Körmöcbányán verdejegy nélkül készültek, Kassán verdejeggyel és verdejegy nélkül is készültek. Nagybányán 1705-ben nagybányai verdejeggyel készült vereteket ismerünk. Egyelőre én még nem tudtam beazonosítani olyat, hogy verdejegy nélkül készült nagybányaira egyértelműen rá tudjuk mondani. Munkácson 1705-ös évszámmal verdejegy nélkül és 1706-os évszámmal MMS, vagyis Munkács verdejeggyel vertek 10 poltúrásokat. Erről egy érdekesség, amit találtam, hogy nagy valószínűséggel az 1705-ös és 6-os vereteket is 1706-ban verték, gondolom előre megverték a verőtövet, vagy megcsinálták a verőtövet, és következő évben kezdték el azoknak a verését.
A verdeegy nélküli érméket főleg a címerábrázolásuk és kartusaik alapján tudjuk beazonosítani az egyes verdékhez. A tiszpoltúrásokat hamisították a legszívesebben, mert ennek a képe volt a legegyszerűbb, ugyanis hiányzott róla a Madonna, hogy ez most tévedésből vagy készakarva, azt nem tudjuk. Akkor szeretném bemutatni a körmöcbányai tiszpoltúrásokon. Előlapjukon látható ugyancsak a címer és a nyitott korona. Két oldalán az évszám, hátlapján pedig a Pro Libertate a szabadságért felirat. Ez hivatkozva és utalva a szabadság egyik jelmondatára, a Cum Deo Pro Patriae Libertate, vagyis Isten el hazáért és a szabadságért jelszóra. Innen kapták a libertás elnevezésüket is. Az egyik legszembetűnőbb eltérés, amit a körmöcbányán készült darabokat meg lehet különböztetni a többi verdényben készült tiszpoltúrástól, az pedig a hátlapon a 10-es értékjelzést körülvevő kartus két oldalán lévő úgynevezett ecsetnyom, tehát mely a többi verdében vert tiszpoltúrástól megkülönbözteti, ugyanis ott ilyen bogyós, fürtős formákat használtak a díszítésre. Négyes, illetve az ötös évszámút látjuk, és kiemeltem pár érdekességet. Az 1705-ösből léteznek olyanok, amit sokan azt mondják, hogy téves évszám, véleményem szerint verőtő hibák okozhatták, amikor a nullánál egy kis farok, egy kis nyúlvány látható, és ezért hatosnak láthatjuk, illetve van egy olyan, amelyik a Pro Libertate felirat után egy készakarva oda került pontot tartalmaz. Ugyanez megtalálható a sima hatos, illetve láthatunk olyat, amelyik a téves évszámot hivatott bemutatni, illetve ugyancsak megtalálható a hatosból is a Pro Libertate utáni pontos. Aztán a kassai tiszpoltúrások, tehát mint mondtam, van verdejegy nélküli tiszpoltúrás, utána a CMS, amelyik érdekessége, hogy nincsen hármas halom a korona alatt, illetve még egy pár darabot azért tettem föl, hogy lássuk, hogy 1705-ben azért eléggé változatosan vésték a tiszpoltúrásokat, tehát mind a kartus változatokban rengeteg variáció létezik, illetve mind a címerpajzs alakjában. Következő, az 1706-osak, szintén megtalálható a verdejegy nélküli, aztán egy sima darab, találhatunk olyat, amelyik az 1705-ös hátlapjával készült, ilyen díszesebb kartusban ábrázolja a 10-es értékjelzést. Van olyan darab, amelyik valamilyen oknál fogva vagy beragadhatott a verőtőbe, és egy újra vert darab, ugyanis látszik az előlapnak bizonyos részei látszódnak rajta egy érdekességként. Illetve ami 1706-os kassai tiszpoltúrásoknál még érdekes, hogy létezik liliomos, illetve három rozettás változat is. Aztán 1707-es, ugye 1707-ben már a kassai verdébe későn jutott el Rákóczinak az a parancsa, hogy hagyják abba a tiszpoltúrások verését, és csak a poltúrások verését folytassák. Ezért pár darab kis példányszámú 1707-es verdejegy nélküli kassai tiszpoltúrás még kivertek. Illetve nagybányai típusok. Nagybányai típust legegyszerűbb megkülönböztetni, ugyanis nagyon, tehát a kartus változat a hátlapon eléggé ilyen szerteágazó kartust mutat, teljesen más, mint akár a körmöci, akár a kassai. A munkácsi poltúrásokról, mint már említettem, 1705-ben és 6-ban vertek, 5-ben verdejegy nélkül, és 6-ban pedig MMS verdejeggyel. Érdekesség, amikor megcserélt címerpajzs található, aztán ugyanez a változat, csak a rendes címerpajzsal. Van egy változat, amit nagybányai munkácsinak mondanak. Én véleményem szerint hátlapra, kartusra egyértelműen, hogy a munkácsi veretekhez hasonlít, mint inkább a nagybányaihoz, illetve egy pár variációt még betettem a 1706-os MMS verdejegyűből.
rátérnék gyorsan a poltúrákra. 1704-ben megszüntették ugye az ezüst poltúrák verését elegendő fémpénz hiány, vagy nemes fémpénz hiányába, és itt 1707-ig folyamatosan verték a poltúrákat, ez az, ami a legjobban megtartotta értékét, tehát inkább jobban elfogadták a forgalomba is a poltúrákat, mint a 10 és 20 poltúrákat. 1708-ból már nem ismerünk vereteket. Körmöcbányán 4-ben, 5-ben, 6-ban és 7-ben vertek poltúrásokat, ezeket KB verdejeggyel látták el, és 1707-ből ismerünk olyan verdejegy nélküli körmöcbányai veretet is, majd később mutatom. Kassán 1705-ben, 6-ban és 7-ben CMS verdejeggyel, illetve verdejegy nélkül is készítettek vereteket, Nagybányán 1705-ben nagybányai verdejeggyel és ugyancsak verdejegy nélkül is készítettek, Munkácson 1706-os évszámmal verdejegy nélkül, és 1706-os, illetve 7-es évszámmal MMS verdejeggyel. Gyorsan a körmöcbányai poltúrák előlapjukon, ugyancsak a címer és a korona látható két oldalán, kb. A körmöcbányai verdejel, illetve a annót, vagyis az utalás az évszámra 1704, illetve a poltúra felirat. A hátlapján pedig a patróna Hungária, illetve a Madonna a baljának gyermekkel. Jó. Változatokat 1704-ből, 1704-ben még nagyon egységesek voltak, 1705-ben már azért több változat található. Az egyik ilyet, amit kiemeltem, hogy a Madonna alatt a rozetták, tehát ott ilyen kör alakú, ilyen rozetta van, itt pedig egy ilyen nyújtott széles rozetta, igen. A körmöcbányai poltúrákból akkor egy pár fajtát bemutatnék, tehát van a sima, létezik a hatosból is ez a nyújtott, van egy úgynevezett rontott változat, amit elrontotta a vésnök 1076-ra, tehát egy árpádházi poltúrának is mondhatjuk, 1076-os évszámot ütött rá. Ha jól emlékszem, akkor 1073-ast is ismerünk Lipótnál, egy ezüst feretet. Ugyancsak megtalálható ennek a már javított változata, gondolom észrevette a verőtő, amikor, vagy a verő, amikor elkezdte verni, hogy téves az évszám, és gyorsan kijavították, tehát látszik rajta. Amit már említettem, 1707-ből a verdejegy nélküli körmöci változatot láthatjuk. Egy sima változat a 707-esből, illetve vannak 1707-ben egy jobbkaros madonnás változat, hogy a Madonna jobbkarján van a kisded, és 1707-ből is látszik ez a hosszított, nyújtott rozetta. A kassai poltúrák, mint említettem, megtalálható belőlük ugyancsak a verdejegy nélküli, a verdejegyes található olyan, amelyik már az 1706-os kassai poltúrákra hajaszt, tehát mind előlap, mind hátlap tekintetében már a hatost idézi. Van egy nagyon kis példányszámban létezik olyan, amelyiken az 1705-ösön a Madonna jobbkarján van a kisded. 1706-ból is van verdejegy nélküli, 1706-ban már elkezdték csökkenteni a poltúrák súlyát, tehát ilyen 3 gram alattiak, ilyen 2-3-2-6 gram alattiak voltak, amikor ez eljutott Rákóczihoz, akkor ő ezt gyorsan beszüntetette és visszaállította, hogy rendes súlyba, tehát 3 gram felett verjék a poltúrákat. Illetve van egy érdekesség, ugyancsak poltúrán látható a címer alatt egy lilium, ami ugyancsak a kassai 1706-os 10 poltúrán figyelhető meg. Hetesből is ugyancsak megtalálható a verdejegy nélküli, verdejegyes. Itt vannak olyan változatok, hogy ha megnézzük előlapon, kassa verdejel van, CMS, de az előlap az egyértelműen egy munkácsi előlap. Ezt mutatja az előlapon ez a kis 4 leveles rozetta. Tehát hátlapja az ugyancsak kassainak mutatható, ez megtalálható másik változatban, tehát hogy előlapja az kassai, hátlapja az a munkácsi. Itt gondolom, hogy a verdék között nagy volt
az átjárás, tehát amikor egyik verdétből átmentek a vésnökök, illetve mikor a szabadságharcnak úgy alakult az állása, akkor átköltöztették a verdéket, és akkor a már meglévő szerszámokat használták. A munkácsi poltúrákból 1706-ban verdejegy nélkülit ismerünk, illetve verdejegyeset, 1707-ben csak verdejeggyel ismerjük, MMS verdejeggyel, illetve van még egy változata, amelyik MC, tehát egy fordított éves verdejegyet mutat. A nagybányai poltúrák 1705-ből ismerős csak, és itt is verdejeggyel, illetve verdejegy nélkül látható. Annyi, úgy tudjuk megkülönböztetni a hátlapon a hátlapjukat a munkácsitól, hogy a Madonna és Kisded alatt nem ez a négy karéos rozetta található, hanem ez inkább ilyen 5-6, mint egy virágforma. Az ellenjegyekről szeretnék egy pár szót szólni. Ugye 1707-ben az Ónodi Országgyűlés elkezdte meghozta azt a határozatot, hogy a 10 és a 20 poltúrásokat ellenjegyezzék. Ennek ugyanis az volt az oka, hogy elég nagy volt a pénzromlás, és a libertás részpénzekre, amik forgalomban maradtak, ez körülbelül írott források szerint ilyen 2,2 millió forint értékű poltúrát jelentett. Egy nehezen hamisítható ellenjegyet rendelte Rákóczi, hogy üssenek a pénzekre, és ezáltal a 10 poltúrások értékét 4-re, a 20 poltúrások értékét 8 poltúrára szállították le. Mivel ezek a felülbélyegzések révén ilyen új pénzek teljes körű fizető eszközzé váltak, ezért adót lehetett velük fizetni, adósságok rendezésére volt jó, illetve zálogba helyezett birtokok, ingóságok kiváltására is alkalmas volt. A nemesség ezt bánta, mert ők eddig csak aranyban, illetve ezüstben voltak hajlandóak az ilyen dolgoknak az ellenértékét elfogadni. Az egy ellenjegyes, ezt meg kell említenünk, hogy az egy ellenjegyes érméken az ellenjegyen a Kisded Jézus a Madonna jobb karján található, és a Kisdednek a fején nincsen korona, míg a két ellenjegyel devalvált érméken a Madonna balján ül a gyermek. Az ellenjegyek eleinte nem voltak egységesek, Körmözbányán és Kassán is másféle ellenjegyet vertek. Körmözbányán először ilyen furcsa kartusban, ütötték, Kassán pedig ovális ellenjegyet ütöttek bele, nagy valószínűséggel, hogy meg tudjuk úgy különböztetni a kassai, illetve a körmöci egy ellenjegyes ellenjegyeket, hogy talán azok a körmöciek, amelyek ebbe a furcsa barokk kartusban találhatóak, az oválisokat, azokat inkább kassainak mondanánk. Egy pár darab érdekességet még betettem, de még majd a következő kép, hogy ismerünk olyan ellenjegyet, amelyen Rákóczi portré található, és ezzel egy másik madonás ellenjegy. Én ezeknek a valódiságát megkérdőjelezném, és majd mutatom a következőbe, hogy miért. Bemutatnék pár szép érmét, illetve kinagyítottam, hogy hol található az ellenjegy. Tehát az egy ellenjegyet azt mindig az előlapon a címerpajzsban az árpádsávra próbálták ráütni, a két ellenjegyeseken pedig a tízes értékjelzésre, illetve az előlapon a koronára került középre az ellenjegy. És akkor itt mutatnék pár hamis ellenjegyet a részpénzeken. Tehát ugye a Rákóczi portré és ellenjegyet én hamisnak gondolom, ugyanis Rákóczi nem szerette, hogyha rákerüljön a portré bármilyen érmére is. Kimondottan ezek az érmék rossz, ezeken az érméken némelyiken másikon rossz helyen is van, tehát nem ott található, ahova kellett volna ütni. Ezt mutatja ez a 20 poltúrás, ahol egy madonás ellenjeggyel van, ami megegyezik ugyanezzel, ami ugyancsak egy 10 poltúráson is van, és ott is össze-vissza vannak beütve az ellenjegyek. Ott még érdekesség, hogy az még úgymond egy hamis, korabeli hamis 10 poltúrásra is lett verve, két hamis ellenjegy, tehát ez teljesen unikum,
ki milyen szavakkal illeti. Aztán található még poltúrákra, részpoltúrákra vert ellenjegy, tehát tudjuk, hogy ezeket nem ellenjegyezték, tehát nagy valószínűséggel ezek is hamisak, tehát ilyen pici, illetve egy ilyen nagyobb alakú. Illetve féltalléren is megtalálható ugyanaz, ami a poltúrára ütött, illetve ugyanaz a madonnás ellenjegy, amit már itt az előbb mutattam, hogy rajta van akár a 10 poltúráson, akár a 20 poltúráson, ami a Rákóczi portrés ellenjeggyel együtt került a pénzekre, illetve aranyforintokra is ütöttek, hát nem tudom, hogy ki rondította el így, vagy hogy miért csinálták ezt, de érdekességként gondoltam, bemutatom. És akkor még gyorsan a hamis pénzverésről. Tehát különbséget kell tennünk, hogy belföldön, illetve külföldön végzett hamis pénzverések között idehaza Magyarország, vagyis hát a Rákóczi korában a lakatosok, ötvösök voltak ennek a jól jövedelmező tevékenységnek a mesterei, de zsidók, cigányok is foglalkoztak hamis pénzveréssel. Műhelyek többsége az ország határvidékein, hegyekben, erdőkben, illetve jól eldugott kis falvakban volt. Az igazi nagy hamis pénzverő műhelyek viszont külföldön, a Havasalföldön, Lengyelországban, Törökországban működtek, és nagy mennyiségben csempészés, illetve kereskedés útján ilyen külföldi rácgörög kereskedők révén jutott be az országba. Még olyan pénzhamisító is akadt, aki nem talált vörös rezet és sárga részből készítette a poltúrákat. Azt sajnos most nem tudok bemutatni ilyen sárga rész poltúrát, de már láttam, volt szerencsém látni. Elsősorban a libertásokat és azok közül is a tiszpoltúrásokat hamisították, és ezek közül is, mint már említettem, hogy a körmöcit, mert itt ha megnézzük mindegyiken, ez az ecsetnyom, a kartus két oldalán lévő ecsetnyom látható, viszont már találkoztam úgymond nagybányaira hajazó, illetve kassaira hajazó veretekkel is, de hogy ezeket hogyan tudjuk megkülönböztetni, egy sok mindenkinek kérdésként felmerülhet. Tehát, hogyha mellé rakunk egy valódit, akkor egyértelműen látszik, hogy se a kartus, se a címer, tehát sokkal csálébb, mint a körmöci egységes veretek. Tehát, meg hát kézbe kell venni a darabokat, és lehet látni, se a súlyuk nem egyezik. Illetve verés helyett vésett betűk találhatók némelyiken. És ez lesz a vége, és nagyon szépen köszönöm.